Csodálatos. Csodálatos. Sziasztok, Matilda vagyok. A mai videó pedig, hát barangolás lesz, de olyan barangolás, ami még nem volt nem ország szinten, hanem kontinens szinten, így konkrétan. Szóval, ugye kontinensenként haladok, tehát van amerikai, van ázsiai, európai, meg afrikai barangolásom már, és hát mi van Ausztráliával, ugyebár Ausztrália és Óceánia, szegénynek nem fog kiférni a neve kb. A címben. Ausztrália és Óceániához külön így nem nagyon volt még barangolásom, mert azon a területen így külön országok úgymond hogy kevés van, olyan főleg, amihez tudok olvasni is, tehát így kb. Ausztráliával ki van lőve majdnem az egész. De ott van még Új-Zéland, úgyhogy Ausztráliához mielőtt csinálnék külön részt, szeretnék még pár szerzőtől olvasni, mert úgy vagyok vele, hogy azért az oda azért könnyebb találni szerzőktől könyvet. Viszont meglepődő módon van három szerzőm is Új-Zélandról. Nem tudom, lehet, hogy ez annyira nem meglepő, nekem meglepő volt, amikor így megtudtam kettőről a háromból, hogy új-zélandi, mert egyről tudtam korábban. Vagy lehet azt is útközben tudtam meg, úgyhogy nem tudom már annyira, de úgy gondoltam, hogy akkor ők is kapnak egy külön kis részecskét, mert hogy akkor mégse az amerikai és brit, ők mégsem amcsi brit, mert hogy igazából ez a kettő, ami meg a magyar az, amik még mindig ugye a legtöbbet általam olvasott szerzők, és az ausztrál is, meg az új-zéland is olyan, hogy azért ez sokkal ritkábban fordul elő, mint a többi, úgyhogy a mai részben néhány új-zélandi szerzővel és könyvvel érkeztem. Szám szerint három különböző szerzővel. Annyi, hogy ez ilyen majos kihívás tuti nem lesz, mert hát át lehetne írni a szabályokat, de hogy alapvetően én azt hiszem, amikor megpróbáltam összeszedni a kontinensre vonatkozóan nemzetiségeket, kb. 5 különböző nemzetiséget tudtam összeszedni, úgyhogy abból az egyik az ausztrál, a másik az új-zélandi, és a másik három ilyen egy-egy nemzetiség, amikhez angol nyelven így egy darab könyvet találtam molyon, szóval az így nem annyira tartom reálisnak a dolgot, majd elgondolkozok rajta, nem tudom. De akkor nézzük az ausztrál, új-zélandi szerzőket, mert ez nem az ausztrálos verzió lesz. Elsőnek mondom azt, amit nem tudok mutatni, mert nekem személy szerint nincs meg, de olvastam, és ez egy képregény, ez egy sárkányos képregény. Igen, ez a Tea Dragon Society Katie O'Neill-től, és Katie O'Neill egy új-zélandi szerző. A Tea Dragon Society-ről nagyon sokat beszéltem már idén, meg tavaly is, amikor olvastam, mert egy nagyon-nagyon cuki sárkányos képregény, amit nagyon remélem, hogy egyszer ki fognak adni magyarul is. Nagyon kis kedves, nagyon kis szép, és a szerzőnek van vízilovas, mármint aquicornos képregénye is. Tehát vízipacis, nem vízilovas, vízipacis. Igen, nagyon-nagyon kedves, és arról szól, hogy törzssárkányokat gondoznak benne, és a törzssárkányok kis szarvánnövő virágokból lehet teát főzni. Csodálatos. Csodálatos. A másik két könyv per szerző az olyan lesz, hogy mind a kettőről van külön videó, de nem volt külön barangolás. Az egyikről azért, mert nem jöttem rá, hogy az barangolásra jó lenne. Ez pedig nem más, mint Rachel Smythe-tól a Lore Olympus sorozat. Ugyanis mikor én a Lore Olympusból készítettem annó egy olvasó vlogot, valamiért nem jöttem rá, hogy ő új-zélandi szerző, csak amikor újraolvastam a Lore Olympust az utána lévő könyvkempingen, akkor így megütött, hogy Rachel Smythe bizony egy új-zélandi szerző. Ide be fogom linkelni meg alulra is, nem tudom, ami van a Lore Olympus vlogom. Nagyon-nagyon szeretem a Lore Olympust, nagyon sok álmatlan éjszakám van benne, ahogy végigolvastam Webtoonon a sorozatot. Görög mitológiai újramondás, Hades és Persephone újramondás, romantikus, nagyon-nagyon szeretem a képi világát egyébként, tehát nagyon szép a színvilág a kedvenc színeimmel dolgozik, úgyhogy már engem ott megvett magának a dolog. És hát olyan szépen mutatnak a polcon is. Majd be fogom szerezni a harmadik részt is, mert nagyon szeretném a Lore Olympus köteteket magaménak tudni, mert szépek. Úgyhogy görög mitológia rajongóknak amúgy nagyon ajánlom. És az a legjobb benne, hogy nem muszáj megvenni a köteteket, hogyha az ember el akarja olvasni, mert nem tudom, már van vagy 200 epizód, mindegyik ingyenesen olvasható Webtoonon, úgyhogy teljes mértékben olvasható online felületeken. Nagyon jó témákról beszél benne, nagyon jó módon,
Nagyon szeretjük a Lorulimpost. És a harmadik új-zélandi szerző az nem más, mint Tamsin Muir, akitől én ugyan megvan már a Hero, de még csak a Gideont olvastam, a Gideon a 9-et. Erről is van egy külön olvasóvlog a csatornán, aminek a nevébe bele is tettem az új-zélandos barangolás óceánia, és mindegy, szóval nagyon hosszú lett a címe ennek a vlognak. Mert hogy ennél tudtam már, hogy ő új-zélandi, de ilyen barangolós videóformátumot nem csináltam hozzá. Ez egy science fiction űr nekromantákkal, vagy űrfantazi, nem tudom, már valaki azt mondta, hogy ez inkább ilyen űrfantazi operaszerűség, vagy valami ilyesmi nekromantás, LMBTQ-s is, és Gideon nagyon menő. Mondjuk Hero is, de őt még nem, ezt a második részt még nem olvastam egyelőre, és erről is a vlogot majd vagy ide, vagy oda, vagy mindkét helyre be fogom külön linkelni, hogy meglegyen. Úgyhogy új-zélandi szerzőből egész sokan van. Meg hát így egész sokat is olvastam. Új-zélandra egyszer elmennék, de csak mert ott van a Gyűrűk ura szett. Mindegy, ez az a három könyv, amivel eddig új-zélandi szerzőket fedeztem föl. Ebből kettő az elég népszerű itthon is már, a harmadik meg remélem majd egyszer népszerű lesz, mert nagyon jó a Tea Dragon Society. Úgyhogy ebben nem lesz egy túl hosszú sorozat, hogy barangolás Ausztráliában és Óceániában, vagy Ausztrália és Óceániában, nem tudom pontosan azt most, hogy kéne ragozni, mert hogy kevés mozgástér van ezen a két, vagy ezen a kontinensen, de majd hozom ide is, hozok ide is néhányat. Egyik ez most ez az új-zélandi lesz, meg majd egyszer csinálok egy ausztrál szerzőset is. Csak ahhoz még szeretnék olvasni, mert ausztrál szerzőből azért jóval több van. Vagy jóval több mindenből lehet válogatni, mondjuk azt inkább. Ez volt a barangolásom Új-Zélandra, és köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogy tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!